ünnepkor, karácsony, húsvét, anyukám, hát én amióta tudom az eszemet, neki mindig 10 fajta sütemény kellett, hogy legyen. Ugyebár sütöttünk mamámnak is, meg mamámmal is, meg rokonoknak, mindenkinek, úgyhogy gyerekkorta ez volt, hogy mindenki szerette nálunk az édességet, úgyhogy mindig kérve volt, hogy anya süssé, és ő szerette is ezt csinálni. Úgyhogy ebben nőttem fel végül is, hogy mindig láttam, hogy mindig volt ez egy kis sütemény az asztalon. Mamám az mindig a vasárnapi ebédhez, anyukám inkább egy ünnepekkor, úgyhogy... Akkor mondhatjuk, hogy örököltem végül is ezt a... Hát, benne van a vérem. Tizennyolc-tizenkilenc évesen volt az, hogy na most csinálok meglepinek egy tortát, de ez csak ilyen sima krémes lapokból, na így nem is gondoltam, hogy én ezzel foglalkoznék, vagy bármi, ez csak ilyen érdekeltség, anyukám még nem voltak itthon, és akkor na sütök most egy tortát. Hát úgy tetszett az egész elkészítése, meg a végeredmény, meg hogy örömet tudjak ezzel okozni, hogy ugye bármikor megeszik, hogy hú, de finom, és akkor az a dicséret, az tetszett. Mondjuk engem feldob már maga a díszítésnek, meg amikor már végén összerakni ennek az egésznek a folyamata, és amikor összerakom, és akkor igen, az első vélemény, ezt mindig lehívok valakit, és akkor a konyhába, és akkor na, mondjátok meg, hogy ez most szép, vagy nem szép, vagy milyen, és ugye már alig várom, hogy megkóstolják. Ugyebár én közgazdaságot és jogot tanultam, de dolgoztam is szakmába, 2 munkahelyem volt. Nem szeretem ezt az egyhangúságot, nem szeretem, vágytam valami olyanra, szóval éreztem, hogy ez nem az enyém. Szerettem volna valami különlegeset, és nagyon véletlenül jött, csak így keresztlányomnak születésnapja volt, és akkor mondom anyukámnak, hogy nem mondom, mi lenne, ha sütnék neki egy ilyen marcipános tortát. És akkor ugyebár ültem a YouTube-on, és néztem, hogy hogy kell csinálni, vagy miből kell csinálni, mert ugyebár itt hol akkor még semmi szerszám, semmi nem volt hozzá. És akkor így csináltam neki egy kis tortát, és nagyon megtetszett, és tisztában voltam vele, hogy egy torta ugyebár az olyan, hogy most nem fognak minden nap ugyanolyat kérni. Ez mindig más színű, más ízű, más összeállításba. Szóval tetszett maga ez, hogy változatos az egész. És nagyon vonzott, és akkor utána, ahány születésnap jött, akkor én mindig kértem, hogy na légy szíves, hogy csináljuk nektek egy tortát, vagy csak meglepetésnek vittem. És akkor mindig gyakorolgattam, és így lassan. Yeah, wait for me, girl, wait for me. Wait for me, girl, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Wait for me, world, wait for me. Gyakorolgattam itthon, utána, amikor már láttam, hogy volt olyan, hogy aki azt mondta, hogy nem csinálna nekem rendelésre. De hát én ugyebár féltem, mert nem úgy sikerül, vagy valami. Tudtam, hogy azért vannak profi cukrászok, meg mindenki, azért ez még ilyen itthoni dolog volt. És úgy döntöttem, hogy elmennék tanulni. És úgy jött, teljesen véletlenül interneten találtam egy hölgyet, aki tanfolyamot adott. És akkor anyukám mondta, hogy na, menjél le.
Hát de én féltem, hát mondom, hogy hát nem tudok semmit még jóformán, semmi így, amit itt hol gyakoroltam, de te menjél el, és neked ott majd elmagyarázzák. Na addig, hogy írtam a hölgynek, és akkor azt mondja, pont egy helyen van, úgyhogy gyere. Úgyhogy ez ilyen nagyon véletlenszer, ezt úgy mondom mindig, hogy ezt Istenke azt akarta, hogy ezzel foglalkozok, mert annyira minden folyamatosan ahhoz vezetett, hogy na most akkor ezt csinálni kell. Úgyhogy elmentem tanfolyamra, egyikre, másikra, és akkor így nagyon-nagyon gyorsan belehúzottam, hogy egy fél év alatt. Összejárunk több cukrásza, Szöllős, Ungvár, na így Lembergig vannak, így vagyunk 10, akik itt tartjuk a kapcsolatot, és akkor mindig mondjuk van egy bizonyos, mindent külön tanítanak, külön tanítják a bevonását, az egyenesítését, külön tanítják a virágot, külön tanítják a süteményeket, mindennek van egy bizonyos része, és akkor külön tanárok vannak, kifigyeljük, hogy mit szeretnénk, mondjuk most virágot szeretnénk tanulni, és akkor hát minden interneten megy, és akkor akik meghirdetik, akkor meg már így nagyjából tudjuk, hogy ez egy profi master, úgy mondom, és akkor amíg tetszik, akkor megfelkeressük, hogy mennyibe kerülne, hogyha lejönne mondjuk, na így általában Ungváron szoktuk megbeszélni, és akkor, hogy lejöjjön Ungvára, adjon nekünk egy tanfolyamot, és akkor hány ember kell hozzá, mert ők is ugyebár egy emberén nem jönnek le, hanem általában 5-6. De szoktak lenni meghirdetettek Lembergbe, Kijevbe. Ez a szakma is olyan, hogy mindig új, Európába, aztán teljesen, hát nem is lehet érkezni utánuk, figyelni, hogy mennyi újdonságot találnak ki. Itt is, Ukrajnában is nagyon fejlett, Magyarországon is nagyon fejlett. Hát ezt állandóan napi szinten tanulni kell, az biztos. Az európai süteményekhez, meg minden, nagyon drágák a hozzávalók, de igyekeznek ide is hozni most már. Most már na, elterjedt ez, hogy születésnapok, esküvők, hogy minden szép legyen. Most ez a torta, ez most egy ilyen, mindenki szeretne fényképezkedni vele, szép legyen, jó legyen, úgyhogy sok cukrász van, igyekeznek most már mindent azért beszerezni. Akkor tudsz megélni belőle, ha sokan megrendelőd. Most ugye bármivel nagy a konkurencia, ezért ahhoz, hogy sok megrendelőd legyen, jól kell csinálni, és olyat kell csinálnod, amit ugye bár mindig újítani, nem ezt a standard régi módszereket, hanem mindig valami újat, mindig igyekezni, ebbe állandóan, ezt éjjel-nappal csinálni kell, tudod. Nem lehet úgy, hogy na most nincs kedvem, most nem akarok, vagy most... Ezt csinálni kell, és akkor minél több a megrendelő, akkor megéri. Ugyebár, ha egy tortán van egy héten, akkor egyértelmű nem éri meg, mert azért egy tortán annyit nem keresek meg, napi szinten többet kell csinálni ahhoz, hogy megérje. Sok munka van vele, sokat kell lábon lenni, talpon lenni, dolgozni, idegrendszer kell hozzá. De aki szereti csinálni, az... Mert ha nem szeretném, akkor ugyebár...
napi szinten nézem a tanáraim munkáit, ez nagyon inspiráló, és azt mondom, hogy szerencsénk van ezzel az interneten, hogy tényleg minden ki van téve, a tanárainknak a munkáit figyeljük, hogy hú, most ilyet csinált, most kiállításokra mentek, mert ők ugyebár már járnak ilyen nagy kiállításokra mindenhova, és akkor annyira inspiráló, hogy annyira szeretnék én is egy olyat csinálni, meg ezt vajon hogy csinálta meg, de amikor már tanfolyamokon keresztül sok tanára jó viszonyban is vagyunk, és akkor én megtehetem azt, hogy megadta a telefonszámát, és akkor felhívhatom, hogy hú, ezt most hogy csináltad, vagy segíts, vagy lesz-e tanfolyam, vagy na bármi. Úgyhogy nagyon inspiráló, nagyon szeretem nézni másnak a munkáit. Hát ahogy mondod, igen, ez egy művészet, mert el kell képzelned. Elképzelek egész este, egész héten, hogyha van egy például egy nagyobb esküvőtortám, ugyebár én azt elképzelem, nekem azt az embernek le kell rajzolnom, meg kell mutatnom, hogy én most, ő is küld fényképet például, hogy ilyesmit szeretnék, de ugyebár mindenki szeretne kis sajátosságot, saját stílust, és akkor mondom, hogy ugyebár ugyanilyen nem lesz, én szeretnék így, úgy, amúgy, hogy ez tetszene neked. És akkor ilyen megegyezési alapon, de mindig ezt el kell képzelni, és ahogy mondod, ez művészet, hogy vajon ezt meg fogom-e tudni csinálni, szeretném megalkotni úgy, hogy utána azt mondják, hogy hú, ez tényleg nagyon szép. Úgyhogy, szerintem igen, mindig is ilyen művészi alapokon megy ez az egész. Szeretem először mindig kikérdezni őket, hogy mi az elképzelésük. Van olyan, aki azt mondja, általában már az olyanok, akiket én is ismerek többször rendet, hogy rád bízom teljesen. Kislánynak lesz, szeretnénk igen ilyen színekben, mert mondjuk mostanában általában minden díszítéssel megy, meg hogyha étteremben van, vagy valami, és akkor mondja, hogy ilyen színekben, vagy például megmondja, hogyha egy kicsi gyerekről van szó, hogy most Mickey Mouse-osat szeretnék, vagy most hercegnősöt szeretnék. Úgyhogy van, aki azt mondja, hogy rám bízza, van, aki megszabja, hogy az a betűcske ott legyen, az a betűcske így legyen, úgyhogy ez teljesen változó. De mindent megbeszélési alapon, úgyhogy egyedül sose így, nem szeretem. Én, hogyha egyedül is azt mondják, hogy rám bízzák, akkor megtervezek egy tortát, és akkor felhívom, vagy interneten megírom neki, hogy most ezt így gondoltam, kb. Hogy tetszene nektek.